Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. Bővül a helyi bölcsöde Bonyhádon, az intézmény vezetője szerint már több mint egy tucat szülő iratkozott fel a várólistára, ezért vált szükségessé még egy csoport indítása. A tervek szerint március 1-től kétszer annyi kicsi befogadására lesz alkalmas a létesítmény. Márciustól több kicsit tud fogadni a városi bölcsöde Bonyhádon, ugyanis a jelenleg 12 férőhelyes intézményben egy újabb csoport kialakítása zajlik. Az intézmény vezetője azt mondja, a megszokottnál több szülő jelezte, hogy szeretné gyermekét beiratni, ezért volt szükség a bővítésre. A beruházást a város önkormányzata finanszírozza. 2017-ben a fenntartó bölcsödei kapacitás bővítésre pályázott, ennek keretében egy teljes bölcsödei egységet építettek, illetve építettek újra, és kialakították akkor a két bölcsödei csoportot az egységben, de csak az egyik kezdte meg a működését 12 férőhellyel. A jelen helyzetben arról beszélünk, hogy a másik, az egység másik csoportja indul, március 1-ével. Hát ez egy nagy projekt volt, több eleme volt, tehát összesen 450 milliós pályázatról beszélünk, ami az adott épület vonatkozásában akkor 170 millió forintot jelent, de hát ott ez egy csoportszoba bővítést jelentett az óvodai részen, és egy bölcsödei egységnek az igénybevételét a bölcsödei részen. A mostani helyzet úgy alakult ki, hogy január hónapban a bölcsöde szakmai vezetője jelezte, hogy több az igény a várólistás, mint a megszokott 2-3 kisgyerek, tehát gyakorlatilag 7-8 család várt már bölcsödei férőhelyre, amit ugye rögtön a fenntartó felé is továbbítottunk, mint információt. És hát ebben a helyzetben ugye polgármester asszony hozza meg a veszélyhelyzetben a döntéseket, és ezzel ő nem is töltött sok időt, és ez a folyamat el is indult, az alapító okirat módosítása meg is történt, tehát a Magyar Államkincstár jóvá hagyta a megküldött alapító okiratot, és közben az intézményben is elindultak a csoport működésének a előkészítő munkálatai. Ez azt jelenti, hogy módosítani kellett a bölcsöde szakmai programját, ezt a kisgyermeknevelő kollégák, bölcsödevezető kolléganőm végezték el. Módosítani kellett az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, ez volt az én feladatom, és hát el kellett indítani az eszközbeszerzést. Ezeknek ehhez a forrást az önkormányzat biztosítja, tehát nyilván a költségvetés tervezésekkor azért ezt már figyelembe tudtuk venni, hogy ilyen nagyságrendű kiadásokról van szó, mert hát ugye olyanokra nem is gondol az ember, hogy igen, hát függönyt is kell venni. Ahhoz, hogy a csoport elindulhasson, többek között szükség van bútorokra, benti és kinti játékeszközökre, pelenkázóra, illetve higiéniai kellékeket is biztosítania kell a bölcsödének. Jelen pillanatban a szakmai dokumentumoknak a véleményezése zajlik, azért nyilván kisgyermeknevelésben járt a szakértővel, megnézetjük őket, és amikor ez befejeződik itt a következő 1-2 napban, akkor jutunk el abba a fázisba, hogy a fenntartó be tudja nyújtani a működési engedély iránti kérelmet, és utána azért még vissza vannak a szakhatósági engedélyek, tehát viszonylag gyorsan kellett lépni, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a fenntartói reagálás volt, hogy ez a folyamat elindulhasson, hiszen a családbarát országnak ez az egyik fontos célkitűzése, hogy a bölcsödei igények kielégítésre kerüljenek, és itt valóban most már majd 12 család vár arra, hogy március 1-től kisgyermekük elkezdhessen járni a bölcsödébe.
Megkezdődött a közterületeken lévő fák meccése, gajazása. Azokat a fákat vágják vissza, melyek veszélyesek lehetnek és üzemzavart okozhatnak a villamos energiaszolgáltatásban. A fa hulladékot a Bonikom Kft. Szállítja majd el, Farkas Attilai vezető türelmet kér a lakosságtól. Már a levágott gajakat pakolják az autóra a Bonikom munkatársai. Pár hete beszámoltunk arról, hogy a városban üzemelő áramszolgáltató cég megbízásából egy alvállalkozó megmetszi azokat a közterületen lévő fákat, amelyek veszélyeztetik az elektromos hálózat zavartalan működését. Bonyhádváros önkormányzata még a munkák megkezdése előtt felvette a kapcsolatot a céggel az elmúlt évek rossz tapasztalatainak megelőzésére. Nevezetesen arról volt szó, hogy zavaróan hosszú ideig hátra lettek hagyva ezek a levágott nyesedékek, mint a gyalogos vagy a közúti forgalmat akadályozták. A városvezetői egy tanácskozáson részletezték a elmondandó feladatokat, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Bonikom, a Város Üzemeltetési Társaság napi kapcsolatban van a munkálatokat végző vállalkozóval, megkapjuk azt a listát, ahol ők dolgoznak, mi pedig 2-3-4 napon belül helyszínre érünk, és összegyűjtjük a levágott ágakat. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy a lakosság türelmét kérjem. Ezen a héten kezdtünk el gőzerővel dolgozni, de sajnos az időjárás közbeszólt. A hét első felében elég komoly csapadékos idő volt, ez hátráltatta az ágak gyűjtését, de most, hogy ez már lezárult és ilyen szép, tiszta levegő van, ugyan hideg van, de ez minket annyira nem zavar, folytatjuk a munkálatokat. A lakosság minden ezzel kapcsolatos észrevételét szívesen fogadják. Folyamatosan csöng a telefon a ügyfélszolgálatunkon, ahol jó szándékkal jelzik a lakosok, hogy mi történt. Mi mindenkit igyekszünk megnyugtatni, ezért is örülök ennek a lehetőségnek a nyilvánosság előtt, hogy mondhassam, hogy tudunk róla. Ütemezés szerint megy a dolog, nem sértődünk meg, hogyha bejelentik, de sokan nem voltak ennek tudatában, és felháborodva jelezték, hogy mi történt. Én még egyszer csak nyomatékkal kérném őket, hogy mind a munka minőségét illető, mert ugye sokan azt is kifargásolták, hogy nagyon-nagyon visszalettek meccve az ágak, mi ebben segíteni nem tudunk. Nekünk a dolgunk az, hogy közterületen napokig nem maradhasson faág. És hogy mi lesz a fa hulladékkal? A levágott nyesedékeket Bonyhádon egy kijelölt gyűjtőhelyen gyűjtjük. Itt fontos szempont volt, hogy ne kelljen messzire vinni, aszfaltúton jól megközelíthető legyen, amikor pedig már kellő mennyiség összegyűlt, akkor ledarálásra kerülnek az ágak, és ezt a darálékot pedig átadjuk hasznosítás céljából egy vállalkozásnak. Farkas Attila azt mondja, előre láthatólag február végéig tartanak majd a munkák. Újabb útszakasz újul meg Bonyhádon. Ugyanis a település 40 millió forintot nyert pályázat útján még 2020-ban. A városban több olyan útszakasz van, amely felújításra szorul. Ezek közül az önkormányzat választása a Kossuth-Lajos utcára esett. Tovább fejlődik Bonyhád. Tavasszal elkezdődik a Kossuth-Lajos utca felújítása, ugyanis a helyi önkormányzat még a tavalyi évben nyert pályázat útján 40 millió forintot. Az említett utcának közel 560 méteres szakasza újul meg. A belügyminisztériumnál 2020-ban pályáztunk belterületi utak felújítására, ez az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében történt. Ez egy 65%-os támogatott pályázat, 40 millió forintot nyertünk. A képviselőtestület döntése értelmében a Kossuth-Lajos utcának a belterületi szakasza lesz felújítva. Erre írtunk alá szerződést most január végén. A Kossuth-Lajos utcának egy 567 méter hosszú, 6,5 méteres szakasza lesz felújítva. Ez az Árpád utcától a település jelzőtábláig a régi vásártérig történik majd a felújítás. A munkálatok során egy kiegyenlítő réteget, majd egy kopó réteget kap az útszakasz, majd ezt követően az út két oldalán egy sűjjesztett szegély, összesen 1134 méter hosszúságban és egy 50 cm-es stabilizált patka készül. A felújítandó aszfaltfelület mintegy 4145 négyzetmétert jelent. Itt van a helység jelzőtábla a régi vásártérnél, és akkor idáig az Árpád utcáig történik a felújítás. A felújításra szükség volt, mivel ez a szakasz elég rossz állapotban van.
képviselőtestület mérlegelt és rangsorolta az útjainkat, és a Kossuth Lajos utca mellett döntött. A munkálatokat tavasszal, ahogy elindulnak az aszfalt keverő telepek, szeretnénk elkezdeni, és a szerződés szerint legkésőbb őszre befejeződik. A Bonyhádi Vörös Marti Mihály művelődési házban már hónapok óta nem járt néző. A koronavírus járvány miatt novemberben újra bezáratta a kormány a kulturális intézményeket, ennek ellenére nem állt meg a munka Bonyhádon sem. A művelődési ház dolgozói az online térbe próbálják kielégíteni nézői kulturáliségét és tartani velük a kapcsolatot. Zárva a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ ajtaja a közönség előtt. A november 11-e óta zárva tartó intézmény gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez, és az akkor nyílt kiállításukat rendhagyó módon mutatták be a közönségnek. Van egy sorozatunk, egy amatőr művészek galériája címet viselő tárlat, amit az előterünkben szoktunk megrendezni. Az akkori kiállítónk Lángi Norbertné Bogos Amália volt, és hát törtük a fejünket, éppen hogy pár napja nyílt meg csak a kiállítás, és törtük a fejünket, hogy hát ha lehetne ezzel kezdeni valamit, és akkor jutott eszünkbe, hogy itt az előterünknek az adottsága az, hogy ha kifele fordítjuk a képeket, akkor ezek az utcáról is jól láthatók lesznek, úgyhogy Amáliának a festményei ekkor megfordultak, és egészen december végéig láthatta ezt az erre sétáló közönség, mert hát nyilván a kaszinókertet és a művelődési központot körülölelő területet azért használják az emberek. Aztán persze az ember gondolkodik különböző kampányokon, és olyan hagyomány, mint a Vas Albert nap, aminek tudtuk, hogy csak egy részét tudjuk kivitelezni. Ez a tér szintén alkalmat adott arra, hogy kitaláljuk, hogy a gyerekrajzok, amik majd megszületnek a pályázat kapcsán, azokat ugyanebben a formában megmutassuk a nagy közönségnek. Ennek a rajzpályázatnak mindig az volt a különlegessége, hogy helyben rajzolták a gyerekek. Nyilván ezt nem lehetett kivitelezni, de megkértük az iskolákat, hogy ez a fajta varázs maradjon azért meg. Így a beérkező alkotásoknak nagy része az közösségben született, de az iskolában. Természetesen az idén nem zártuk ki az olyan egyéni alkotásokat sem a pályázatból, amiket esetleg otthon rajzoltak meg a pályázó tanulók. Közel 180 alkotás került kiállításra a művelődési ház ablakain. Jelenleg Bachmann Krisztina festményei láthatóak a különleges galériában, ezt pedig Makovics Kornél alkotásai követik majd. Ez a hét érdekes volt abból a szempontból, hogy Turek Miklós színművésszel nagyon jó a kapcsolatunk, és sajnos egy előadása az őszi időszakban éppen a vírus helyzet miatt átszervezésre kellett kerüljön. Ez a Köszönjük Magyarország keretében megvalósuló program lett volna, azt most online térbe helyeztük, és az iskoláknak ajánlottuk ki, így a hét elején, azt hiszem pont a hétfői napon, ezt közel 100 diák nézhette meg, Petőfi Sándor életéről szólt egyébként ez az előadás, illetve tegnap volt az online térben ismétlése annak a Kisfaludi estjének, amit szeptemberben még élőben is megtekinthettek azok, akik eljöttek arra az előadásra. Nagyon sok tervünk van, konkrét tervek, amik megvalósulhattak volna, sőt pályázati támogatást is nyertünk bizonyos elképzeléseinkhez. Ezeket át kell dolgozni, ezeket folyamatosan figyeljük, és próbálunk terveket szőni, hogy valósulhatnak meg majd, ha kinyithatjuk az ajtóinkat. Négy projektünk is lóg a levegőbe, két nagyon összetett irodalmi projekt, de sajnos elmaradt például az országos népzenei találkozó. Terveink közt szerepelt volna, hogy márciusban valósítjuk meg. Sajnos ez valószínűleg az őszre marad. Hát sajnos a Vörös Marti emléknaphoz kötődő szavaló verseny is ilyen.
reményeink szerint ezeket nyitás után pótolni tudjuk. A háttérmunkákhoz az is hozzátartozik, hogy gőzerővel készülnénk azért a legnagyobb eseményünkre, a Tarka Fesztiválra, és abban nagyon bízunk, hogy augusztus 6-án és 7-én már nem lesznek korlátozások. Mi erre a dátumra szeretnénk ezt megcélozni és megvalósítani. Tárgyalások folynak már a programokról, szóval erre nagyon-nagyon készülünk, és sokat dolgozunk rajta. Juhász Józsa azt mondja, nagyobb volumenű színházi előadást egyelőre nem terveznek, mert nagyon bizonytalan a helyzet, de reméli, hogy egyéni produkciókra lesz majd lehetőség tavasszal vagy nyáron. Nem akarjuk elveszíteni a kapcsolatot semmiféleképpen a látogatókkal. Igyekszünk egy nagyon fontos szegmensére felhívni a figyelmet az itt létező csoportokra, akiknek sajnos most nincsen lehetőségük arra, hogy összegyűjjenek a falaink között. Kampányt indítottunk, és hétről hétre bemutatjuk ezeket a közösségeket a Facebook oldalunkon, bízva abban, hogyha újra nyithatjuk a kapukat, akkor talán újak is kedvet találnak egy-egy tevékenységhez való kapcsolódáshoz. December elején kitaláltunk egy percelkvízt. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy amikor van egy ilyen felújítás, akkor még nagyobb fókusz kerüljön arra a családra, akik Bonyhád meghatározó alakjai voltak, és ha valaki kitöltötte ezt a kvízt, és utána nézett az ő életpályájuknak, akkor nagyon sok információhoz tudott jutni. Aztán volt olyan online kezdeményezésünk is, ez a Bonyhádi Barangoló, ezt karácsony környékén indítottunk el. Kicsit abban a végképp otthoni négy fal közötti létnek a kimozdítására, hogy menjünk el nevezetes helyeket megnézni, mert csak akkor lehetett megoldani azt a feladvány sort, amit közzétettünk, hogyha elkezdenek sétálni az emberek, és bizonyos helyeket felkeresnek, de talán olyan emlékeket néznek meg, amit közelről nem igazán láttak. Megmondom őszintén, hogy például ilyen a Szent Háromság szobor, amit nap mint nap látunk, hiszen elmegyünk mellette, de soha nem nézünk oda esetleg az aljához, azért az információért, amit ez a feladvány sor tartalmazott. Az intézményvezető elmondta, érdemes követni a közösségi oldalukat, mert mindig van rajta valami aktualitás. Most például a farsangi időszak végéhez közeledve újabb feladat vár az érdeklődőkre. Nagy megtiszteltetés érte a Bonyhádi Atlétikai Klub vezetőedzőjét, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium testnevelőjét, Seidler Gézát. A Magyar Atlétikai Szövetség szakmai bizottsága kinevezte őt a rúdugró utánpótlás nevelő országosan kiemelt program koordinátorának, vagyis szakmai vezetőjének. Elismerve ezzel, amit a Bonyhádi csoport létrehozásával, kiemelkedő hazai tehetségek kinevelésével, a már működő programban való aktív részvételével viszonylag rövid idő alatt elért a szakember. Seidler Gézát, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium testnevelőit, Bonyhád AC szakági edzőit, a klub vezető edzőit felfedezte, kinézte magának a magyar atlétika. Túl azon, hogy odafönt a szövetségben respektálják azt a nevelő munkát, amit a bonyhádi vidéki viszonylatban szuper létesítményben, eredményekben megmutatkozó módon zajlik, Seidler Géza karizmatikus szakembere lett a rudugrásnak, az e szakákban 5-6 évvel ezelőtt elindított utánpótlás nevelő országos programnak. Olyannyira, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség a Zsivószki program országos szakmai vezető koordinátorának nevezte ki az elmúlt év végén a bonyhádi edzőt. Aki a bonyhádi rudugló csoport létrehozásával, még inkább olyan országos rudugló tehetségek kinevelésével, mint a böndörfivérek Dani és Marci, hívta fel magára a figyelmet. A projektet beindító világhírű orosz rudugló edző Boris Volkov is, akitől Géza rengeteget tanult már eddig is, felhívta a bonyhádi trénerrel figyelmet a legmagasabb szakmai körökben. A szakmai oldal egy nagyon fontos személyisége, tényezője a magyar atlétikának.
És hát ez egy testnevelő tanárról beszélünk, ugye Seiler Géza személyében, aki ért a gyerekekhez, tudja, hogy kell őket megközelíteni. Éppen ezért a szövetség bíz is rá olyan feladatokat már, ami közvetlenül az utánpótlás képzésnek a fejlesztését jelenti, van komoly programokon dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ebben megtaláltuk a megfelelő szemét. Aztán, hogy egyéb dolgok, ugye most kidéve a rudugrás, ezek hogy alakulnak, ezt meglátjuk. Ez nyilván már az eredményességtől függ, ez egy mérhető dolog, tehát a tanítványai azok benne vannak a Zsivocki programban, bízunk benne, hogy időben jön az átütő siker, és ugye ahogy szépen eljutottak az 5-10-5-20-ig, úgy majd a következő esztendőkben még magasabbra tudják vinni a lécet, és még jobb eredményeket tudnak elérni. Úgyhogy ez már tényleg csak az elvégzett munkán múlik. Én azt gondolom, hogy a tanáros személyében egy jó szakemberre lehet a magyar atlétika, és ezt mi igyekszünk is megbecsülni. Remélem, ő is így gondolja. Ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja Seiler Gézának, Boris Volkovval, Iszimbajevvel, felfedező edzőjével fog dolgozni, és ezt követően ő lesz a rudugrásnak országos viszonylatban a szakmai vezetője, ismerve őt, a víz kategóriába sorolta volna a prognózist. Már pedig ez történt. Hát nagyon furcsán néztem volna. Hol tartottál akkor? Hát akkor megfogalmaztam azt, hogy a végső célkitűzés az, hogy legyen bonyhádi versenyző világversenyen. Tulajdonképpen megvannak, én úgy gondolom, a lehetőségek, nagyon ügyes gyerekeink vannak, és most már ennek a szakmai hátterét is látja az ember, hogy hogyan kell eljutni erre a szintre. A világ 3 legjobb rudugrója közé tartozik, vagy rudugró edzője közé tartozik, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan elismerik őt világszerte, és a szakmai munkának az oroszlán részét ő vállalja. Tulajdonképpen nekem az a feladatom, az egyesületek, a szakági edzők, a versenyzők és közte lévő koordináció megtörténjen. Általában egy fővárosi egyesület kiválasztása, ami a rudugró, böndörfivérek és a rövid távfutó Varga Lőrinc esetében a közelmúltban megtörtént. Beleszeretett egyébként a rudugrásba Seiler Géza, ami nehéz, de roppant szép mesterség az atlétikán belül. Bele is ásta magát szakmailag rendesen, de ezzel együtt sem akar szakbarbárrá válni, mint szakági edzőnek a magasugrók, a távolugrók és a dobók, az itteni eredményesség továbbra is nagyon fontos. Sajátos helyzet alakult ki, úgyhogy most az atlétikának egy széles spektrumával foglalkozom, ami nyilván időben egy nagyobb leterheltséget jelent, de nagyon jó gyerekek vannak, és nagyon lelkes gyerekek vannak, és azt gondolom ez adja az embernek a legtöbb impulzust, ami tényleg örömmé teszi ezt a hivatást. Tényleg szívem, lelkem, Bonyhád, én azt gondolom, hogy még rengeteg munkám van itt. Bonyhád város önkormányzata mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy elhunyt Faludi Béláné, Merész Konrád díjas pedagógus. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központ munkatársi közössége büszkeséggel emlékezik évtizedekig tartó szerepvállalására a Nyugdíjas Pedagógus Klubban és a Faludi Béla Utazó Klubjában folytatott vezetői tevékenységére, mellyel a város civil életét gazdagította. Faludi Béláné 84 évet élt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!